Nagyon szoros kapcsolatunk van a Kárpátaljai Magyar Könyvtáros Egyesülettel, és nagyon jó érzés, hogy sikerült 25 éven keresztül ilyen, és egyre mélyebb és egyre aktívabb tevékenységet kifejteni, és olyan szoros kapcsolatokat építeni a magyarországi könyvtárakkal, könyvtáros szervezetekkel, amilyet itt ez az egyesület tesz. Szóval igazából hálával, örömmel és őszinte gratuláció érzésével jöttem ide Kárpátaljára. Milyen kondícióban vannak a Kárpát-medencei könyvtárak, ugye nem csak Kárpátaljára, hanem az elszakított területekre is gondolok? Hát nagyon különbözőek. Ugye van olyan régió, amely külföldi támogatás, és itt nem csak az anyaországi támogatásra gondolva, kifejezetten jó infrastruktúrális körülmények között van, itt az erdélyi könyvtárakra gondolok, ugye a Gates Alapítvány több millió dolláros támogatása az nagyon megemelte ezt az színvonalat, még a magyar könyvtárakban is, nyilvánvalóan a román könyvtárakban ez egy sokkal erősebb infrastruktúrális fejlesztés jelentett, de akkor is ez nagyon érezhető. Vannak olyan országok, ahol sokkal kevésbé erős az a civil szerveződés, mint ami nálunk van. Gondoljunk például Szlovéniában, mondjuk ott a lakosság kisebb része az, amely ugye a magyarsághoz tartozik. De hát a könyvtárak kondícióját nézzük, sajnos a kárpátaljai könyvtárak vannak talán a legnehezebb helyzetben. Mind az anyagi felszereltség, mind az állomány nagyság tekintetében, miközben itt egy olyan jelentős és koncentrálódott magyarsággal van olyan koncentrált magyarság van, amelynek nagyon szüksége van a könyvtári ellátása. A könyvtár mindig ott a legfontosabb szinte, ahol a legnehezebb körülmények vannak, hiszen akkor van a legnagyobb szükség a könyvtár és a könyvtáros segítségére. Magyarországi könyvtárosoknak az egyesülete miben tudja segíteni a kárpátaljai társaikat, vagy a más határon túli társaikat is? Hát megpróbálunk élő kapcsolatot tartani, ez azt gondolom, hogy nem csak megpróbálás, nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy évtizedek óta tartó sikeres együttműködés, együttgondolkodás. Ugye az a legegyszerűbb dolog, hogy minden rendezvényünkre meghívjuk, én majd itt a köszöntőmben beszélek is arról, hogy a Varga Éva elnökasszony 2017-ben a kompetencia konferenciánkon például előadott, tehát mint előadókat, mint résztvevőket nagyon szívesen várjuk minden rendezvényünkre, mert azt gondolom, hogy a közös fellépés az bennünket is erősít. Tehát nem arról van szó, hogy itt mi segítünk, hanem egymást segítsük. Ez a partneri kapcsolat, ez azt gondolom egy alapvető dolog, hiszen olyan értékek vannak itt, amelyekre mindannyiunknak szüksége van, mind mentálisan, mind fizikálisan. Aztán ugye könyveket igyekszünk hozni minden adandó alkalma, most is én a csongrádi alpolgármester úrral és az ottani Kárpát-medencei könyvtáros találkozó egyik főszervezővel jöttem együtt, most is tele volt az autónk könyvajándékokkal, amit az itteni könyvtáraknak szánunk. De képzéseket tartunk a határon túli területeken, mindegyiken, a Könyvtár Intézet is, a Magyar Könyvtársok Egyesülete is. Tehát azt gondolom, hogy ezek a leggyakoribb együttműködési formák, de természetesen, hogyha szükség van valami hirtelen akcióra, erre is volt már példa az elmúlt években.